A Szabadka és Magyar Kanizsa községet elválasztó szalatornyai utat simították el péntek délelőtt. A helyi buszjárat is ezen az úton megy. Almási Tibor szerint az út javítása után a földművelőknek is jócskán meg fogja könnyíteni a közlekedést, hiszen a termést ezen az úton viszik a szövetkezetbe. Fontos, mert itt a terménybetakarítás mikor folyik, akkor olyan van, hogy kilukacsosodik az út, és akkor nem egy esetben történt már, hogy szórták a terményt a polgárok, lefordult vele, úgyhogy ezért jó, hogy az út meg lesz csinálva, egy kicsit össze lesz gréderezve, és szerintem tökéletes lesz. Szarabka Ede, a Kispiac helyi közösség elnöke elmondta, úgy gondolja, ideje volt megcsináltatni már az utat, mivel nagyobb gödrök alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a közlekedést. Tulajdonképpen egy civil szervezetes törekvésünk, gyűjtögetésünk, donációkon keresztül sikerült egy vállalkozót találnunk, aki nagyon kedvezményes áron elvégzi nekünk ezt a munkát, nem csak itt Szalatornyán, ahol jelen pillanatban vagyunk, hanem majd holnap és holnap után Kispiacon is, ugyanis még sajnos nagyon sok olyan utca van a faluban, ami nem aszfaltozott. Tudjuk azt, hogy a téli beálltával ezek az utak, még ha zúzott kővel vannak föltöltve, akkor is áttöredeznek, lukacsosak, és nagyon nehéz rajtuk közlekedni. Kispiacon egyébként már a karácsonyra is készülnek. A falu központjában már áll a 3,5 méter átmérőjű adventi koszorú. Egy kisebb összefogással az Ékszernői Egyesület a kisgyerekeknek karácsonyi csomaggal kedveskedik majd. A karácsonyváró estet pedig a helyi közösségi épület előtt szeretnék megszervezni.